Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szeptemberre elkészülhet a szekszárdi uszoda. A szakértők szerint nem kell leállni a beruházással. 2020 nehéz év lesz. A kamara és a szakszervezet szerint is újabb kormányzati támogatás kell. Nem álltak le a fejlesztések. 400 millió forint összértékben zajlanak építkezések Nagymányokon. Kulturális újraéledés. Már több elmaradt rendezvénynek van új dátuma. Mehet tovább az építkezés. Szeptemberre elkészülhet az új szekszárdi uszoda. A szerződés módosítást már aláírták, és a műszaki szakemberek sem látnak olyan problémát, ami miatt le kellene állni a beruházással. Erről tartott sajtótájékoztatót Ács Rezső polgármester. A medence falai megfelelő szigeteléssel kerültek kialakítás. Nincs olyan probléma, ami hátráltatná a szekszárdi uszoda építését, ezt szakértő is megállapította, erről számolt be Ács Rezső polgármester a helyszínen. A múlt héten egy szakértő járta végig az építési területet. Ezen szakértő kijelöléséről még a közgyűlés döntött. 30 napon belül készül el majd a szakértői vélemény. A helyszínen azonban elmondta azt, hogy olyan gond, amivel az uszodát nem lehetne befejezni, vagy éppen üzembe helyezni, nincsen. A szekszárdi uszodát, miután a költségvetésben társasági adót is felhasználnak, a város konzorciumban építeti a sportközponttal, de állami finanszírozásból. Ezért a beruházási, műszaki fejlesztési, sportüzemeltetési és közbeszerzési ZRT, röviden a BMSK szakemberei is a helyszínen jártak, ők a műszaki ellenőrzést végzik az állam részéről. Ács Rezső elmondása szerint megállapodtak az építkezés felgyorsításáról, amihez sokkal szorosabb és számon kérhetőbb együttműködés szükséges. Az új határidő, amit mindegyik fél aláírt, vagyis a kivitelező is vállalta, szeptember vége. Ha addig nem fejezik be, akkor úgymond büntetést kell fizetnie a vállalkozónak. A kötbérről a város nem mondott le, tehát úgy módosítottuk a szerződést, hogy amennyiben úgy alakul, hogy nem fejeződne, vagy nem olyan minőségben, akkor kötbérünket tudjuk érvényesíteni az ősszel, vagy akár bármikor. A polgármester elmondta, az uszoda befejezéséhez szükséges pénz rendelkezésre áll. A szerződés módosítás szerint a kivitelezővel a határidők teljesítésének betartása mellett havonta történik az elszámolás. A polgármester beszámolója szerint tehát a szakértők azt mondták, nincs az építkezést veszélyeztető probléma. Ennek fényében most különösen érdekesnek tűnnek az EN-szekszárd frakció képviselőjének, Rácz Zoltánnak a közösségi médiában megosztott bejegyzései, amikben januárban például még úgy fogalmazott, hogy ha nem lesz előrelépés, be kell dönteni az uszodát, mielőtt az ő nyakukba hullik az egész. De még néhány hete, május közepén sem volt derülátóbb, akkor azt írta, annyira el van rontva az épület, hogy alig lenne drágább egy teljesen új uszoda építése. Az elmúlt több mint 10 évben mindig mindenki megkapta a város által juttatott segélyeket és csomagokat. Ezt mondta Máté Péter, a Fidesz szekszárdi frakció vezetője azzal kapcsolatban, hogy az egyik civil szervezet állítása szerint több mint 60-an jelezték, hogy nem jutott el hozzájuk az önkormányzati csomag, aminek kiosztását az EN Szekszárd tagjaiból álló bizottság irányította. A Fidesz szekszárdi frakció vezetője szerint eddig soha nem volt gond a városi segélycsomagok kiosztásával. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, azt gyanítják, hogy nem rászorultsági, hanem egyes esetekben politikai hovatartozás alapján dőlhetett el, kik kapnak a segélycsomagokból, amiket eredetileg a veszélyhelyzet idején nehéz helyzetbe kerülő családoknak szánt Szekszárd város polgármestere. Miután a szociális címlistán szereplő 700 család közül nagyjából 60-an jelezték feléjük, hogy nem kapták meg az egyenként 10.000 forint értékű csomagot, a városvédők közérdekű adatigényléssel fordultak a jegyzőhöz. A csomagosztás koordinálását és lebonyolítását az EN Szekszárd tagjaiból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte a polgármester felkérésére. A Fidesz-KDNP frakció vezetője Máté Péter az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy 2006 óta vesz részt az önkormányzati munkában, és az eltelt 14 év alatt eddig soha nem volt gond a szociális juttatásokkal Szekszárdon. Mindig mindenki megkapta a segélycsomagokat, vagy az arra jogosultak a tűzifát. A problémáról soha nem hallottam, hogy valaki a neki szánt csomagot nem kapta volna meg. Kaptak itt nyugdíjasok csomagot, többféle dologba volt csomagosztás, de mindig mindenki, aki rászoruló volt, megkapta, és ez mindig a szociális irodán keresztül ment. Megkerestük Bomba Gábort, az EN Szekszárd frakció vezetőjét is, aki elzárkózott az üggyel kapcsolatos bármiféle nyilatkozattól.
Június közepén megszűnik a veszélyhelyzet Magyarországon, a gazdaság újraindul. A cégvezetők azonban, különösen a vendéglátás turizmus területén tevékenykedők úgy vélik, a kormány eddigi gazdasági védelmi intézkedései mellett továbbiakra lenne szükség ahhoz, hogy talpra tudjanak állni és a bizalmuk nőjön. De nem csak a munkáltatók várnak újabb kormányzati segítségre, rengetegen veszítették el a munkájukat a járvány miatt, ők szintén az állami segítségben bíznak, az egyik legnagyobb szakszervezeti szövetség Tolna megyei irodavezetője szerint. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, 2020 nehéz év lesz minden gazdasági szereplőnek. A veszélyhelyzet megszűnésével indulhat újra az építkezés. Fischer Sándor szerint további segítségre van szükségük a magyar cégeknek. Még további intézkedések kellenek annak érdekében, hogy a vállalkozó bizalma megnőjön, mert csak így tudjuk a gazdaságot helyreállítani. Márpedig nagyon kell, mert azért ebben akárhogyan alakul ez az év, ez mindenképpen recesszió lesz ebben az év. Vagyis csökkenni fog a GDP, kicsit nőni fog az infláció is. A cégekkel együtt a náluk dolgozókat is súlyosan érintette a járvány. Idén áprilisban a koronavírus felfutásakor egyetlen hónap alatt 73 ezeren veszítették el a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy idén az év negyedik hónapjában nagyjából 4.386.000 dolgoztak Magyarországon. Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei irodavezetője azt mondja, a cégeknek járó kormányzati bértámogatást újra kellene gondolni, mert sok cég egyszerűen nem tudja azt igénybe venni, hiszen ott, ahol nincsenek megrendelések, nem tudják kigazdálkodni még a csökkentett munkaidőhöz szükséges önrés sem. Tukacs Imre szerint emellett a munkájukat már elvesztőknek egy szélesebb körű állami segítségre lenne szükségük. A kormány sem tud megrendeléseket szerezni a munkáltatóknak, illetve a vállalkozásoknak, de egészen biztos, hogy a munkanélküli járadék fizetésének a 3 hónapos határidejét, hogyha több kitolnák, akár 6, akár 9 hónapra, az nagy lehetőséget adna a munkanélkülivé vált dolgozóknak, hogy új munkahelyet találjanak ez idő alatt. Ez a 3 hónap jelen pillanatban még arra is sem biztos, hogy elég, hogy a járvány véget érjen ez idő alatt. A szakszervezeti vezetőhöz hasonlóan Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is azt mondja, hogy a munkahelyek megtartásához és ahhoz, hogy a cégek minél könnyebben vészeljék át a koronavírus okozta gazdasági válságot, mindenképpen újabb kormányzati segítségre van szükség. A koronavírus járvány ellenére sem álltak le a fejlesztések nagymányokon. 3 nyertes pályázat 400 millió forintos támogatásával fejeződik be az önkormányzat által működtetett konyha rekonstrukciója és az épület logisztikai központ kiszolgáló részlege is. Ez az épület a Nagymányoki Ipari Parkot kiszolgáló logisztikai központ egyik központi helye. A szerelőcsarnok mellett az itt dolgozók kényelmét szolgáló épületek is épülnek. De nem ez az egyetlen beruházás, amely jelenleg is folyik a településen. A területfejlesztési operatív programból összesen megközelítően 400 millió forintos forrásból a vírusjárvány idején is folytak az építkezések. Gyakorlatilag ezek az utolsó épületek, amiket most rendbe teszünk, az elmúlt évek pályázatai teszik ezt lehetővé. Erre a 2 épületre, ami itt mögöttünk van, erre egy energetikai pályázat alapján kerül sor. Ez az épület étkezde is, konyha is volt, és a tervek szerint a jövőben is vendéglátási, közétkeztetési célokat szolgál majd. Az energetikai pályázat adta lehetőségek mellett a város a saját erejét felhasználva járult hozzá korszerűsítéshez. A rendkívüli helyzet ellenére is a beruházások gyakorlatilag ütemterv szerint folynak, némi átszervezéssel, de minden beruházásunk zajlik. Nagymányok a Magyar Falu program keretében pályázott az úthálózat korszerűsítésére. Kalbéra azt mondta, siker esetén ezek a beruházások is elkészülhetnek, még ebben az esztendőben. Újraindul az ügyfélfogadás az adóhatóság Tolna megyei kirendeltségein. Június 2-ától a veszélyhelyzet előtti megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket. Így például Pakson 2 kivételével minden nap nyitva lesznek, Bonyhádon hétfőn és pénteken, Tolnán pedig szerdán és csütörtökön várják az adózókat. A kirendeltségeken kötelező maszkot viselni és legalább 1,5 méter távolságot tartani.
újra elindítja szolgáltatásait a korábbi nyitvatartással a Paksi Könyvtár június 2-ától. Egyelőre korlátozott használattal, a könyvek visszavételére és kiadására koncentrálva nyit ki az intézmény. A Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár Szekszárdon továbbra is házhoz szállítással oldja meg a könyvek eljuttatását az olvasókhoz, és a könyvtár bejáratánál lehet leadni a kikölcsönzött olvasnivalót. Telefonon pedig a vágyott könyvek címét lehet bediktálni a könyvtárosnak. Baleset történt csütörtök hajnalban az M6-os autópályán Tolna térségében. A rendőrség tájékoztatása szerint két kis teherautó ütközött össze. Az egyik jármű belehajtott a másikba. A balesetben az elsődleges információink szerint mindkét sofőr könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba szállították. Besurranó tolvajt fogtak el a szekszárdi rendőrök. A 17 éves fiúnál 1 millió forint értékű készpénzt és aranyékszereket találtak. A tolvaj bátaszéken és Decsen lopózott be a családi házakba. Ha összetalálkozott az ingatlan tulajdonosokkal, azt hazudta, hogy a barátnőjéhez jött, de nem tudja pontosan, hol lakik. Mintegy 1 millió forint összegű készpénzt és aranyékszereket találtak egy 17 éves fiúnál a szekszárdi rendőrök, miután elfogták. A férfit azért vették üldözőbe, mert furcsán viselkedett, majd elmenekült, amikor a járőrök igazoltatni szerették volna. Végül egy iskola udvarán sikerült elkapniuk a fiút. Ekkor derült ki, hogy egy hónapja körözik, mert elszökött a szekszárdi nevelő otthonból. A férfi nem tudott hitelt érdemlően nyilatkozni arról, hogy a nála lévő pénz és az ékszerek honnan származnak. A fiatallal szemben egyébként a szekszárdi rendőrkapitányság jelenleg is büntető eljárást folytat. Ővele szemben eddig egy rendbeli lopás büntet, egy rendbeli lopás vétség és két rendbeli lopás vétség kísérlet elkövetése miatt indítottak eljárást. Úgy tudjuk, a férfi bátaszéken és Decsen súrant be több családi házba, és onnan lopta el a pénzt és az ékszereket. Ha az ingatlan tulajdonosokkal összetalálkozott, azt hazudta, hogy a barátnőjéhez jött, de nem tudta pontosan, melyik házban lakik, ezért nyitott be. A besurranást úgy kell elképzelni, hogy rányit a bejárati ajtókra, és amikor azt észleli, hogy azok nyitva vannak, lemegy az ajtón, és hogyha nem találkozik senkivel, akkor a lakásban, illetve a esetleges emellékhelyiségekben kutatást végez. A rendőrök a fiút őrizetbe vették, és indítványt tettek előzetes letartóztatására az ügyészségnél. A rendőrség szóvivője felhívta az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, a besurranó tolvajok ellen a leghatékonyabban úgy lehet védekezni, ha akkor is zárják házukat, ha otthon tartózkodnak. Közel 2000 program maradt el a koronavírus járvány miatt a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Jelen pillanatban a legfontosabb feladat, hogy pótolják a beígért előadásokat, mondta Zsikó Zoltán igazgató. Ennek megfelelően több rendezvénynek már van új időpontja. Ha a vírus veszély engedi, számos nyári tábor is elindul a művelődési ház szervezésében. Azon dolgozunk, hogy azt a közel 2000 eseményt, amit ez az időszak érintett, ennek új időpontokat találjunk. Van is már néhány egészen biztonsan a közönség elé kerülő program. Így Péter Szabó Szilvia, Koncs Zsuzsa és Csányi Sándor is színpadra lép az ősz folyamán. A szabadtéri programok megszervezése lassanként megengedett lesz a járványveszély visszaszorulásával, így a szekszárdiak legnagyobb közösségi rendezvényére is sor kerülhet. Még nincs eldöntve a szüreti napoknak a sorsa, de most talán inkább nagy eséllyel lesz valamiféle szüreti napok, de az még nem derült ki, hogy milyen. A Babits szervezésében tavaly nyáron több sikeres gyerektábor is bonyolódott. Zsikó Zoltán azt mondja, az idei szezonra is elkészültek a tervek a táboroztatásra, amint a kormányzati döntés megadja az engedélyt, várják a gyerekeket a programokra. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Megszűnhet a rendkívüli jogrend hazánkban. Pécsen tisztázni kell a járvány költségeit a képviselő szerint. Újra nyitva az óvodák, bölcsödék. Sokan még kivárnak Somogyban. Figyelembe veszik a járvány okozta nehézségeket. Fizetési könnyítés kérhető az adóhivatalnál. Már a parlament előtt van a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló kormányzati előterjesztés. A képviselők a következő ülésszakon dönthetnek a demokratikus döntéshozatal kereteinek visszaállításáról. A baranyai képviselő azt mondja, nem volt igaza az ellenzéknek, amikor diktatúrát emlegetett. Kedden került a parlament elé a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló előterjesztés. Baranya megye országgyűlési képviselője szerint most bebizonyosodott, hogy nem volt igazuk azoknak, akik diktatúrát emlegettek a március 11-i bevezetéskor, és 90 napos időkorláthoz kötötték volna a rendeleti kormányzást.
nem telik el 90 nap, az június végéig tartott volna 90, most a 60 nap után úgy tűnik, hogy a kormány visszaadja ezt a rendkívüli felhatalmazást az országgyűlésnek. Magyarán a rendeleti kormányzás időszaka véget ér, már be is nyújtották a parlament elé, tehát várhatóan a következő parlament ülés többnapos ülés időszakában jövő hét, vagy esetleg a következőt ráadásul végszavazás várható. Az önkormányzatiság kereteinek visszaállítása után a pécsi közgyűlés is ülésezhet. Várhatóan átnézik a védekezés és a járvány okozta veszteség költségeit, amit 2,5 milliárdban jelölt meg a városvezetés nemrég. Hoppár Péter szerint mindenki érdeke, hogy átlátható legyen a pécsi költségvetés helyzete. Az időseket segítő papi program vagy a fertőtlenítés, illetve más intézkedések nem kerülhettek 2,5 milliárd közpénzbe a képviselő szerint. Tudjuk azt, hogy a polgármesteri maszkok mennyibe kerültek, tehát az sem okozott akkora milliárdos, sőt 100 milliós tételt sem az önkormányzat kasszájának, úgyhogy azt gondolom, hogy el kell számolni ezzel a 2,5 milliárd forinttal, amit most kicsit úgy tűnik, hogy hasból bemondott a városvezető koalíció, és transzparenssé kell tenni, hogy mi mire fordítódott a védekezés időszakában Pécs városában. Hoppár Péter azt mondja, jól teljesített a kormányzó oldal a járványügyi helyzet alatt. A miniszterelnök pedig, ahogy ígérte, a pandémia mérséklődése miatt nem akarja fenntartani a rendkívüli jogrendet, hanem visszatérne a parlamenti demokrácia döntéshozatali rendjéhez. Somogyban a szülők egy része még kivár 1-2 hetet, és nem küldi óvodába gyermekét. Az intézmények hétfő óta nyitva vannak. Szigorú, higiéniai előírásokat kell betartaniuk. Gyerünk, bejöhetsz, te bejöhetsz, Mani nem jöhet. Jó. Egymás után érkeztek a gyerekek az óvodába Balatonszemesre, ahol hétfőn a többi intézményhez hasonlóan újra várták a legkisebbeket. De nem csak az óvónénik, hanem a szülők és a gyerekek is egyaránt várták már a találkozást. Én megmondom őszintén, hogy örülök, mert nálunk a legnagyobb nagy csoportos, és úgy gondolom, hogy lelkileg azért neki sokat számít az, hogy el tud búcsúzni. Mert ugye úgy ment haza egyszer pénteken, hogy hétfőn óvoda. És utána meg rögtön iskolába kerülni nem biztos, hogy szerintem szerencsés. Úgyhogy én ezért örülök neki. A 67 férőhelyből 29-en éltek a lehetőséggel, hogy újra vigyék gyermeküket az intézménybe. A mini bölcsődénél még magasabb ez a szám, hiszen a 7-ből 5-en hétfőtől újra ott töltik a napjuk jó részét. Még azért van, aki óvatos. Tehát hívtak olyan szülők is, akik azt mondták, hogy még most egy hetet vagy kettőt várnak, és aztán akkor utána beszélünk újra arról, hogy mikor toljon a gyerek óvodába. Az intézmény a megfelelő óvintézkedéseket is megtette, hiszen a szülők akár csak az ügyeleti idő alatt most is csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket, onnan a dada kíséri be őket az épületbe, majd átöltözés és kézmosást követően mehetnek a gyerekek a csoportokba. Figyelembe veszi, a járvány okozta gazdasági nehézségeket a fizetési könnyítési kérelmek elbírálásakor a NAV. Erről beszélt az adóhatóság baranyai sajtóreferense. Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési halasztást, részletfizetést, mérséklést, illetve elengedést kérhetnek. Elektronikusan és papíralapon is benyújthatják a kérelmeket a NAV-hoz. Ennek a kérelemnek a benyújtására a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig van lehetőség. Illetve az nagyon fontos, hogy ezeknek a fizetési könnyítéseknek az eljárási illetéke az 0 forint, tehát illetékmentesen lehet benyújtani. Mintegy 35 millió forintból épül új műfüves pálya Vajszlón. A beruházás 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja. A szervezethez nyújtott be a baranyai település önkormányzata egy pályázatot, amit el is nyertek. A munkálatok során egy 20x40-es méretű játékteret alakítanak ki. A tervek szerint június végére már el is készülhet az új pálya. Munkagépekkel dolgoznak a Vajszlói sportpálya területén. A baranyai település a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjában pályázott egy 20x40-es méretű műfüves pálya kialakítására. Ennek a keretében 10%-os önerővel pályáztunk a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, és a Baranya megyei igazgató úr közbenjárásával pozitív elbírálásban részesültünk, úgyhogy ebbe az évben
megvalósul egy műfélyes pályaépítése, amit ugye már el is kezdtek. Látható, hogy dolgoznak a kivitelező cég. A beruházás összesen közel 35 millió forintba kerül. Az összeg 90%-át a labdarúgó szövetség biztosítja, így az önkormányzatnak mintegy 3,5 millió forint önrészt kell vállalnia. A területen lévő jelenlegi betonpálya helyére kerül a műfüves játéktér, amit már az idei nyár folyamán birtokba is vehetnek a sportolók. A beruházás a kivitelező véleménye szerint, amennyiben az égiek ugye úgy rendelkeznek, június végére el fog készülni, és meg fog történni a műfűes pályának a műszaki átadása, és onnantól fogva záros határidőn belül igénybe vetik a sportkörnek a labdarúgói és ugye a lakosok bizonyos keretek között. A fejlesztésre azért is volt szükség, mert a településen 6 fiú utánpótlás, egy férfi felnőtt és egy lány utánpótlás csapat is működik. A megfelelő infrastruktúra hiányában azonban nehezen lehetett megoldani az edzéseket. Így hamarosan korszerű körülmények között gyakorolhatnak a település sportolói. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szeptemberre elkészülhet a szekszárdi úszoda. A szakértők szerint nem kell leállni a beruházással. 2020 nehéz év lesz. A kamara és a szakszervezet szerint is újabb kormányzati támogatás kell. Nem álltak le a fejlesztések. 400 millió forint összértékben zajlanak építkezések Nagymányokon. Kulturális újraéledés. Már több elmaradt rendezvénynek van új dátuma. Pénteken erősen felhős időre számíthatunk, és ismét sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet napközben 22 fok körül alakul. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!